A Csoda krumpli egy amerikai farmer, Angus Buckham életéről szóló film. Története kiválóan bemutatja, hogy mikre képes az élő hit. Angus Buckham hite is csodák sokaságát teremte meg az elmúlt 30 évben. Angus Buchan 3000 hold afrikai bozótost változtatott virágzó farmá. Egy élet álma valósult meg itt. Szó szerint a két kezünkkel műveltük meg a földet, a farm sikeresen működött. Visszafizettük az adósságokat is, de mégis valami ürességet éreztem belül. Nem tudtam megbékélni belül. Tudtam, hogy komoly depresszió kerülget emiatt. A farm igazából semmit nem jelentett számomra. Éjszakánként nem tudtam aludni, nem tudtam, miért élek. Nem voltam elégedett az életemmel, aztán 1979. február 18-án elmentünk a családommal egy közeli gyülekezetbe, és ott befogadtam Jézust. Én és a családom. Ott láttam először életemben férfiakat sírni, de nők is írtak. A végén azt mondták, hogy ha valaki szeretné befogadni az életébe Jézust, az jöjjön előre. Akkor megfogtam a feleségem kezét, meg a gyerekeimét, és előre mentünk. Ott akkor megváltozott az életem. Jézus kihúzott a feneketlen gödörből. Habár a farmon nagyon sok munka volt, Angus mégis órákat töltött Isten beszédének tanulmányozásával az ő zöld katedrálisában. Ott volt a kezemben ez a könyv, és tudtam, hogy mikor vessek és mikor arassak, mikor vegyek jószágot és mikor adjam el, de azt is megtanultam, hogy szeressem a feleségemet, és hogy ne botránkoztassam meg a gyerekeimet, hogy tiszteljem az időseket, és hogy tisztességesen megfizessem a munkásaimat. Ez tényleg az életkönyve. 3000 holdas farmján kezdett el először beszélni Jézus Krisztusról, de aztán bárhol kész volt szólni róla, ahol volt hallgatóság. Aztán pedig ámulattal látta, hogy Isten elkezdett csodákat tenni. Egy kukorica táblája, amit elvert a jég, 3 nap múlva helyreállt. Amikor tűz ütött ki a farmján, és Angus Istenhez kiáltott, hirtelen eredett az eső, és eloltotta a lángokat. Mikor pedig aszály pusztított, rendkívül jó burgonya termést takarított be. Az átélt bizonyságokban az a fantasztikus, hogy lehet elhinni, meg nem elhinni, de vitatkozni nem lehet vele, mert én átéltem, és még most is megvan a farm. De talán még Angus sem volt felkészülve arra, hogy átélje élete legnagyobb csodáját. Egyszer nyár közepén otthon ücsörögtem egy este, odakint nagy trópusi vihar tombolt. A távolból, mintha kiáltásokat hallottam volna, odamentem a függönyhöz, kinéztem, és jó pár zulu nő állt ott kiáltozva a fejükön takarókkal. Kérdeztem, hogy mi a gond? Ők meg elmondták, hogy belecsapott a villám az egyik kunyhóba. Ők a földre vágódtak, de egyikük nem kelt fel. Le is takarták már, mert meghalt. Nagyon ideges voltam, amikor a kunyhó felé tartottunk. Továbbra is esett, villámlott, megfújt a szél. Mondtam nekik, hogy hozzák ide azt a nőt. Betesszük az autóba, és elviszem a kórházba. Mire ők azt felelték, hogy nem, én itt minden nap Jézusnak az erejéről beszélek nekik a földeken, most akkor látni akarják azt az én Jézusomat cselekedni. Így hát óvatosan beléptem a kunyhóba, és az egyik végében megláttam azt a nőt. Odahajoltam fölé, rátettem a kezem, és elmondtam egy rövid imát. Adj életet ebbe a testbe, Uram! Jézus nevében kelj fel! Hallasz engem? Aztán meg csak azt kérdeztem tőle, hogy hall-e, mire ő bólogatott. Egy nagy öröm ünneppé váltott minden. A sírásunkból vigasság lett. Egyik pillanatban sírtak, a másikban alig tudták elhinni, hogy ott áll előttük. Ez a nő még ma is él, és életerős. Ezután pedig heteken keresztül, sőt, hónapokig az emberek csak táncoltak a földeken,
és egyre csak Jézus Krisztus hatalmáról beszéltek. Azóta van egy mondásunk, miszerint egy csoda felér ezer prédikációval. És a csodák folytatódtak, ahogy egyre nagyobb tömegek előtt prédikált. Mozambikban egyszer 5000 muzulmán elé állt ki. A lelkemet kibeszéltem már nekik, de semmi sem történt. Akkor azt mondta a Szent Szellem, hagyd abba a prédikálást, nem figyelnek rád. Ekkor lenéztem, és láttam, hogy az első sorban ott ül egy ember, akinek két mankó volt a kezében. Merev volt a lába. Úgy éreztem, arra vezet Isten szelleme, hogy menjek oda és imádkozzam azért az emberért, és ez meg fogja változtatni a helyzetet. Letettem a Bibliámat, és beleszóltam a mikrofonba, hogy abba hagyom a prédikálást, és imádkozni fogok ezért az emberért. Isten pedig meggyógyítja. Néma csönd lett. Rajtam kívül mindenki tudta, hogy egy fém darabot ültettek a sérült lábába, azért merev. Oda mentem hozzá, és megkentem Jézus nevében. Kérdeztem, hogy akarja, hogy az Úr meggyógyítsa. Azt mondta, igen. Megfogtam a lábát, megpróbáltam behajlítani a térdénél, de semmi sem történt, teljesen merev volt. Próbáltam jobban nyomni, de semmi sem történt. Aztán Isten szellemének a vezetésére elkezdtem másképp nyomni, és akkor valami megmozdult. Elkezdtem mozgatni a lábát. Eldobta a mankóit. Aztán felleszaladgált, meg ugrált, kiabált örömében. Utána egy szót sem kellett prédikálnom. Kérdeztem, hogy ki akar megtérni, és 5000 ember nyomult előre, hogy átadják az életüket Jézusnak. Még a kisebb falvakban is tömegek gyűlnek össze, ahogy Afrika szerte utazik, négykerék meghajtású kamionjával, nem egyszer úttalan utakon. A kamionban bibliákat és keresztény könyveket is szállít. Látják ezt az éhséget Isten igéje felé? Engem nagyon zavar, hogy nyugaton az embereknek ott hever a Biblia a polcán, és nem is olvassák. Itt meg birkózni is képesek, hogy szerezzenek egyet. A farmikon a feleségével otthont létesítettek az AIDS miatt árván maradt gyerekek számára. Ma is azt vallja, hogy akár a saját munkásainak evangelizál, akár a muzulmánoknak, akár otthont ad az árváknak, az elsődleges dolog az életében az, hogy Isten akaratát kövesse. Isten olyan sokat tett értem, kihúzott a gödörből, adott még egy lehetőséget, helyreállította az életemet. A legkevesebb, amit tehetek, hogy engedelmeskedek neki. Engedelmessége nyomán emberek ezreinek életében látta Istent munkálkodni. Ha rájuk nézek, sokak szemében látom, hogy nincs reményük. Nincs miért élni, csak léteznek. Az evangelizációk során jönnek rá, hogy ez nem élet volt addig, az élet még csak ezután jön. Elmondhatatlan öröm szabadul fel bennük. A naplementében és a felszálló porban ott futkároznak a gyerekek, cigány kerekeket vetnek, kézen állnak, házra szaltóznak, és mindenki énekel. Nem tudjuk őket hazaküldeni. Kénytelenek vagyunk lekapcsolni a villanyt, kikapcsolni a generátort, hogy végre hazamenjenek. Az evangélium reményt ad nekik, a remény neve pedig Jézus.